A mezőny egyik legrutinosabb csapatának, a Kecskemétnek az otthonában kezdte a szezont az öt új, fiatal légióssal felálló Nyíregyháza. Az első negyedet 5 ponttal nyerte a házigazda, a második 10 percben pedig újabb 15 pontot tett hozzá előnyéhez a legutóbbi bajnokság negyedik helyezettje. Fordulás után zárkózni kezdtek a cápák, 10 ponton belülre kerültek a vendégek, de a hazaiak rendezték soraikat, így ismét nőni kezdett a két csapat közötti különbség. Az utolsó negyedben kevés pont született, végül a Kecskemét 24 ponttal verte a mindössze 55 pontot szerző Nyíregyházát. A hibákat, amiket védettünk, a Kecskemét kegyetlenül mindig kihasználta. Hogy most ez rutin, nem rutin, azt nem tudom megmondani, de tény, hogy minden egyes hibánkat megbüntették, és sajnos az adott labdák is mutatják, hogy az hibákból elég sok volt, és ez így együtt sok volt. Azt el kell mondjam, hogy sajnos nagyon rosszul dobtunk üres helyzetből, tehát még az sem esett be, ami egyébként beszokott esni, illetve plusz az adott labdákkal, ezt azért nem bírtuk el. A kék cápák vezetőedzője a vereség ellenére is talált olyan jeleket csapata játékában, amelyekre építeni lehet a jövőben. Második fél időre úgy gondolom, hogy egy olyan mentalitással jöttünk ki, amit el is várok a csapattól, illetve amit a felkészülésen meg is mutattak. Másik fél azt mondom, hogy egál volt, úgyhogy a Kecskemét azért a kulcsjátékosait egész sokáig játszotta, tehát az utolsó két percre hozta le csak őket. Tehát ez mindenféleképpen pozitívum, remélem, hogy mindenki a lámpalázat ezzel levetkőzte, és elkezdődött a bajnokság, mert egy kicsit ezt is éreztem a csapaton, akár a légiósoknál is, hogy újdonság volt nekik, akár a környezet, akár az ellenfél, a hangulat, az első 20 perc még egy kicsit ráment erre. Ezen mondom, remélem túllendülünk, de sajnos, mivel fiatal csapat vagyunk, ez ritkán, de benne van, sajnálom, hogy ez pont az első mérkőzésen így kijött. A 14 perc alatt két pontot szerző Kis Benedek szerint is látszott, hogy a Kecskemét rutinos játékosai minden helyzetben megtalálták a legjobb megoldást. Ez is volt az előnyük, hogy már nagyon régóta együtt vannak, mi meg nem voltunk elég rutinosak, mivel hogy nagyon fiatal csapatunk van. Természetesen meg szeretném próbálni ezt kijavítani, és tapasztalatokat szerezni minden egyes mérkőzésem. A forduló további eredményei a következők: Budapesti Honvéd Szombathely 61-78, Oroszlány Körmend 104-98, Kaposvár Szolnok 88-94, Sopron Debrecen 90-62 és atomerőműese Albafehérvár 93-84. A Nyíregyháza szombaton Debrecenben lép pályára.